Milyen ételt készíthettek az avarok a sütőharanggal Gyula határában? Erre a kérdésre is válaszol a tárgyat egykor János Zugnál feltáró Liska András műsorunk első perceiben. Ezután Halmágyi Miklóssal eredünk a Szent Margit legenda nyomába, és mutatjuk be annak Békés megyei, vagy legalábbis tágabb térségünkre vonatkozó emlékeit. Bodor Ádám novellás kötetét Dézsi János mutatja be. Elek Tibor igazgató a Várszínház aktuális ügyeiről adott tájékoztatást még a pénteki megnyitó előtt, majd a gyulavári kastélyban nyílt két tárlatról láthatnak egy összeállítást. A műsor végén régebbi felvételeink közül válogatunk. Nemrég egy régi bográcsról beszéltünk itt Liska Andrással, most viszont, ahogy ez a tárgy fordítva van, hát gondolom nem egy gombakalapot akartak megmintázni vele, de mégis valami egészen más lehet, és amit én így megbírok állapítani laikus szemmel, hogy ennek a tárgynak a teteje, az szinte földszerű vagy földes benyomást kelt. Tehát, hogy lehet, hogy nem egy mestermunka volt ez abban a korban sem, amikor készült. Nyilván egy késő avarkori sütőharang van itt előttünk az asztalon. Igen, a harang, a sütőharang. Az abszolút a formáról kapta a nevét, tehát mint egy nagy fedő igazából, egy harang alakú kerámiatányról van szó, amivel valamit lefettek ebben az esetben a sütni vagy főzni kívánt ételt fették le a tűzhelyen, a kemence előtti platnén, és innen kapta az elnevezését is, ami egyébként ilyen földessé teszi a tetejét, amit említettél, az egyrészt azért van, mert egy viszonylag alacsony hőfokon kiégetett soványítás nélkül, vagy minimális soványítással készült agyagtányról van szó, aminek volt egy jókora vaskos füle, még itt a tetején, de az valószínű, hogy ennél a tárgynál nem éghetett ki olyan jól, és az volt az első, ami megsérült, és gyakorlatilag szétporlott, úgyhogy annak a helyét, a nyomait, ezt a törésfelületet látjuk itt magunk előtt a tárgynak a felső részén. Hogy maradt meg mégis ez a tárgy, és honnan került elő? Ezt a 2000-es évek elején a Gyula és Békés Csaba közötti autó szélesítésekor egy régészeti feltáráson találtuk. A két település között a János-Zugi felüljáró, vasúti felüljáró építésekor a felüljáró gyulai lábánál, gyulai oldalon lévő lábánál egy késő avarkori települést találtunk, és számos félig földbe mélyített házat is feltártunk ez alkalommal. Az egyik háznak a sarkában, a betöltésben már előkerült, gyakorlatilag majdnem teljesen olyan mértékben, ahogy itt előttünk az asztalon áll ez a tárgy. Amikor a padló szintig eljutottunk, akkor a padlón megtaláltuk ezt a hatalmas nagy kerámia töredéket, és körbebontottuk a tárgyat, és gyakorlatilag in situ az eredeti betöltésével együtt mozdítottuk el, és utána később a restaurátor műhelyben konzerválták, és alakult gyakorlatilag így teljes mértékben mozgatható és épségben megmaradt tárgya. És akkor végülis hogy lehet az, hogy megmaradt, és mondjuk nem oldódott föl a földben ennyi évszázad alatt? Valószínűleg ugye ezeket a házakat néhány idényen keresztül használták. A félig földömített házaknak az a lényege, nagyjából ilyen 2,5-3 méterszer, 2,5-3 méteres, általában négyzet esetleg téralaprajzú házakról van szó, aminek a felmenő fala nem volt, hanem nagyjából 1 méter a talajfelszíntől számítva egy méter mélységben egy függőleges oldalú, kvázi szögletes gödröt alakítottak ki, és a gödörnek az oldalára támasztva helyezték el a tetőszerkezetet, és ezt ősszel, télen, amikor itt nem lehetett, nem volt alkalmas arra az időjárás, hogy kint lakjanak, akkor használták. Viszont ezeknek a házaknak az oldala azért egy-két tél alatt elkezdett beomlani, a bejárat az esetleg megsérült, a tetőszerkezet sem tartott
olyan jól, ezért könnyen, viszonylag egy-két napi munkával egy hasonló házat tudtak a közelben kialakítani, és akkor a régét egyszerűen fölhagyták. Nos, valószínűleg ebben az esetben is ez történt, tehát nem elmenekült az adott család, aki ebben a házban élt, hanem tönkrement a ház, és lehet, hogy 10 méterrel vagy 20 méterrel arrébb egy újabb hasonló típusú házat alakítottak ki, viszont azokat a tárgyakat, amit már nem tudtak használni, azt hulladékként ott hagyták a házban. Most ez a sütőharang is hasonló sorsa jutott, valószínűleg mozdítani nem lehetett, esetleg elrepett már, a füle még használat közben eltört, és akkor a család úgy döntött, hogy hát erre aztán igazán nincsen szükség, úgyhogy ott hagyták ebben a régi házban, és hát gyakorlatilag ott pihent majdnem 1300 évig, amikor aztán a régészeti feltárás során ezt megtaláltuk, feltártuk, és jó néhány kerámia töredékkel együtt pontosan be lehetett azonosítani, hogy melyik időszakból is származik ez a tárgy, de kvázi már mint hulladék maradt ott ebben az épületben. Úgyhogy ez lehet a megoldás arra, hogy ebben a félig földbe említett házban egy ekkora kerámia tárgyat megtaláltunk. Az avarok kultúrája, akár a fazekas kultúrája is milyen hasonlóságokat, rokonságokat mutat mondjuk a honfoglaló magyarokéval? Tehát, hogy közelie, lehet, hogy ez kényes téma egyébként, mert hogy talán még a történészek álláspontja sem teljesen tisztázott ebben a kérdésben. Tehát, hogy mennyire közel álló név az avar a magyarhoz? Avarkornak az 567-tel kezdődő avar-korajavar beköltözéstől egészen a 9. századig tartó időszakot számítjuk a Kárpát-medence történetében. Ez is azért nagyjából kettő, illetve manapságban inkább három részre osztható, és ennek az időszaknak a késői periódus, a 7. század utolsó harmadában kezdődő késői periódus, a késő avarkor, ami hát gyakorlatilag egészen a 9. század, illetve most már egyre inkább több szakembernek az a meggyőződése, hogy egészen a honfoglalás koráig tartott. Én azt tanultam még középiskolában, és erre határozottan emlékszem, hogy nagyon kevesen voltak már az avarok, tehát hogy szinte eltűnődezett ez a népesség a Kárpát-medencében, nagyon megritkultak. Két forrás alapvetően az írott források, illetve a régészeti leletanyag alapján lehet ennek a korszaknak a történetéről beszélni. És a régészeti forrás, ugye régészként alapvetően ezeket veszük figyelembe, meghatározása, régészeti források meghatározása viszonylag nehézkes. Ebben az időszakban ugye már az avaroknak a Bizánccal történő viaskodása, a 6. század második felében az avarok még keményen adóztatták a bizánci császárt, úgyhogy évente sok-sok szekérnyi arany érkezett a bizánci császártól ehhez a távol-keletről érkező nomád néphez, hogy ne támadják meg a birodalom területét. Na most ennek az időszaknak a 9. században már igazából a hírét sem ismerték az itt élő avarok, és egy viszonylag puritán körülmények között élő, egykor nomád, de ekkor már nagyjából másfél évszázada letelepedett életet élő, egyszerű gazdálkodással foglalkozó kisebb falusias vagy nagycsaládi közösségekről van szó, akik a praktikus mindennapi élethez használt tárgyaikat helyezték az elhunytak mellé. A régészeti leletanyagban nagyon egyszerű kerámia edények kerülnek elő, az egész leletanyag egyfajta szegényes, és mivel viszonylag hosszú ideig tartott ez a periódus, a belső időrendnek a meghatározása sokszor nehézkes. Úgyhogy ezért alakulhatott az, hogy a korábbi szemlélet szerint azt vallottuk, hogy az avarok bizony eltűntek itt a 9. században. Ez manapság már egyre kevésbé tartható ez az álláspont. Sokkal inkább arról van szó, hogy ez bizonyos elszegényedő, nagyon egyszerű puritán életet élő népesség volt a Kárpát-medence alaplakossága abban az időpontban, amikor honfoglaló magyarok a foglalás időpontjában, ugye a 9. század legvégén, utolsó éveiben elérték a mai Magyarország vagy a Kárpát-medence területét. Az avarok népesség
kisebbség akkor is itt élt, és valószínűleg a honfoglást követő időszakban, az Árpád korban is túlélve ezt a fajta honfoglást és bevonulást, ugyanúgy megmaradtak alapnépességként, és később, a későbbi évszázadokban beolvadtak, feloldódtak a Kárpát-medence lakosságában. A végére maradt még egy kérdés, amit nem szeretnék kiadni, hogy mit főzhettek ebben. Nagyon egyszerű ételeket készítettek, viszont egy nagyon jellegzetes edénytípusról van szó. Gyakorlatilag a mai napig a Balkánon használják ezt a típusú tárgyat olyannyira, hogy ez a sütőharang, ez korongozott és terrakotta színű, vagy éppen festett formában meg is található még a mai napon sok-sok balkáni kultúrában. Olyan egyszerű egytálételeket készítettek, amihez az volt szükség, hogy az étel, az adott esetben az apróra vagdalt hús vagy a zöldség, az ne csupán megsüljön, hanem a saját levében átpárolódjon. Úgyhogy gyakorlatban ezt úgy használták, hogy felmelegítették a tűzhelynek a platniát, ami mondjuk egy kemencének az előtere volt a félig földben épített háznak az egyik sarkában, és amikor a tűzelőanyag megfelelően átfűtötte a platnét, akkor ez gondosan a parazsat félresöpörve, egy tálban például oda helyezték a megsütni kívánt ételt, birkahús lehetett egyébként adott esetben zöldséggel összeaprítva, és utána pedig rátették a sütőharangot, és a parazsat visszakaparták rá, és mondjuk 20 perc vagy fél óra alatt nagyon szépen átpárolódott, átsült az a zsenge hús, illetve a zöldség, és így készült el az a mondjuk késő avarkori egytálétel, ami az említett családnak a ebédje vagy vacsorája volt abban az időszakban. január 18-án hunyt el Árpádházi Szent Margit. Ugye 2020-ban emlékezünk ennek 750. évfordulójára. De pontosan mit is kell róla tudni, illetve hogyan kapcsolódik az ő neve Békés megyéhez? Igen, tehát Margit valóban 1270. január 18-án halt meg, és úgy gondolom, hogy itt Békés megyében is vonunk az emlékezésre, hiszen a Margit-szigeti apácakolostornak a késő középkorban Békés megyében is volt birtoka. Szerintem érdemes röviden végig gondolnunk Margit életének néhány fontosabb mozzanatát, és utána rátérhetünk ezekre a Békés megyei vonatkozásokra is. Mondhatjuk, hogy Margit életében, mint csebben a tenger, ott van Magyarország története is ebben a korszakban. IV. Béla király, amikor elvesztette a tatárokkal szemben a Muhi csatát 1241-ben, akkor a menekülése során eljutott az Adriai tenger partjára, és ott a felesége, Lascaris Mária, a világra hozta kislányukat, akinek a Margit nevet adták. Ő Klissza várában született 1242-ben. És a szülők fogadalmat tettek, hogyha visszajutnak Magyarországra, akkor a kislányukat apácának adják. Ez így is történt, Margit 4 éves lehetett, amikor Veszprémben a domonkos nővérek nevelésére bízták, és 10 éves lehetett, amikor Veszprémből átkerült a Nyulak szigetére. Ez a mostani Margit sziget. Székely Bertalannak van egy szép kis képe erről, ahogy a gyermek Margit a Nyulak szigetére érkezik. Ott a király szülei kolostort építettek a számára, és ott főrangú emberek lányaival együtt nevelkedett. Egy érdekes mozzanat az életében, hogy a cseh király második Otokár béketárgyalásokat folytatott a magyar királlyal, IV. Bélával. Otokár ellátogatott a szigetre, és olyan legendának hihetünk, annyira elbűvölte őt Margit szépsége, hogy feleségül kérte őt. És IV. Béla, az édesapa, hajlandó lett volna túllépni az ő egykori fogadalmán, és férjhez adta volna az apácának nevelt lányát, de Margit nem akarta ezt a földi házasságot, az égi jegyeséhez maradt hűséges, és apácaként élte az életét. Mélységes alázatban és vezeklésben élt, de a források megemlítik az ő mosolyát, és az ő hathatós segítőkészségét is.
egy fontos kérdés lehet, hogy mikor is halt meg Szent Margit. Mert hogyha valaki elmegy Budapestre, ott a Margit szigetre ellátogat és megnézi Margitnak a síremlékét, ez egy 20. századi síremlék, arra ez van ráírva, hogy 1271-ig élt. És valóban van olyan legenda, amelyik ezt állítja, van olyan is, amelyikben az 1270-es év szerepel. De most ezt is tudjuk a forrásokból, hogy Margit szombati napon halt meg, és Szent Priszka napján, vagyis január 18-án. És január 18-a szombati napra 1270-ben esett. És más forrás is erősíti még ezt, tehát így ebben az évben emlékezhetünk a 750. évfordulóra. Margit szentségének híre hamar elterjedt, és a pápa követeket küldött Magyarországra, hogy hallgassanak ki tanúkat Margit életéről és az ő közbenjárására történt csodákról. Ez a tanú kihallgatása Margit szigeten történt 1276-ban. És a tanúk egy része azok közül az apácák közül került ki, akik még ismerték a fiatalon meghalt Margitot, de jöttek tanúk az ország különböző részeiből, egyszerű laikus világi emberek is. És amikor fölteszik nekik a kérdést, hogy mit tudsz Margit életéről, akkor sok egyszerű ember lényegében semmi érdemlegeset nem tudott mondani, semmi részletet. De akkor fölteszik az újabb kérdést, hogy van-e mondani valód a csodákról? És erre már megoldódik az emberek nyelve, és mesélnek a ima meghallgatások történetéről. Egy visszatérő kérdés a tanúkhoz, hogy hány éves. És sok egyszerű ember nem tudja, hogy hány éves, de van, aki megpróbálja körülírni. Amikor a tatárok bejöttek, 3 éves voltam, anyám így mesélte. Hogy amikor a tatárok bejöttek, már megvoltam. Tehát a tatárjárás az a traumatikus élmény, amelyhez az emberek próbálják igazítani az ő életüknek az éveit. Egy visszatérő kérdés az is, hogy szegény vagy-e, vagy gazdag? És van, aki azt mondja, hogy szegény vagyok, mert kiraboltak. Van egy ilyen tanú is, aki így válaszol, hogy gazdag voltam, de most szegény vagyok, mert kiraboltak. Egy ismét másik tanú így válaszol, hogy elegem van, amíg ki nem rabolnak. Emlékezzünk rá, hogy 1276-ban folyik ez a kihallgatás, ez egy zavaros időszak a magyar történelemnek, és bizony nem állt túl erős lábakon a közbiztonság. Hogyha a térképre nézünk, próbáltam szemléltetni, ha nem is a teljesség igényével, hogy nagyjából az ország mely részeiből érkeznek tanúk 1276-ban a Margit-szigetre. Látjuk, hogy jöttek Buda környékéről, jöttek a Csalló közből, Dunántúlról, a Kalocsai Egyházmegyéből, tehát a Duna-Tisza köze déli részéből, és van egy tanú, aki a Váradi Egyházmegyéből érkezik, bizonyos Marcus de Caris, van, aki így magyarítja a nevét, hogy Kőrösi Márk. Na most érdemes tudnunk, hogy a mai Békés megye jelentős része a középkorban a Váradi Egyházmegyéhez tartozott, de azt nyilván nem állíthatjuk, hogy ez a Derék Márk Békés megyei lett volna, de hogyha a térképre nézünk, és azt szemrevételezzük, hogy az ország mely részeiből érkeznek a tanúk, akkor még ez a Márk az, aki viszonylagosan közel esik a mi Békés megyei vidékünkhöz. Mire volt még szükség ahhoz, hogy szentté nyilvánítsanak valakit a tanú kihallgatásokon kívül? Tehát ahhoz csodákra van szükség, tehát azt kellett igazolni, hogy az illető egyrészt szent életet élt, tehát erényes életet élt, másrészt pedig ezt, hogy az ő közbenjárására csodák történtek. Egyébként volt olyan idő is, amikor a helyi érsek is elég volt ahhoz, hogy valakit a szentek sorába iktasson, de ebben az időben már ennek szigorú szabályai voltak, és a pápa joga volt, hogy valakit kanonizáljon, szenté javasson, és ebben az esetben is ezt látjuk, hogy a pápa küld követeket, ők elvégzik a tanúkihallgatást, és majd a jegyzőkönyv birtokában folyik tovább a szentélyavatási eljárás. Margit esetében ez látjuk, hogy nagyon elhúzódott, őt 1943-ban avatták csak szenté. A magyar szerzők közül az egyik kedvencemet szeretném ismét ajánlani. Volt már könyv, amelyről korábban más alkalommal ajánlottam. Ugye a Részleg, a Sinistra körzet, vagy éppen az Érsek látogatása, azok a könyvek, amelyekkel én már megismerkedtem, de készülök természetesen, hogy a Kossuth Díjas Bodor Ádámnak minél több könyvét elolvassam. Egy sajátos világlátással rendelkezik ő. Olyan helyekről ír, amelyek igazából nem mindig találhatók meg a térképen, de valahogyan ismerős mindez a környezet. Látszódnak most is az erdélyi hegyek benne, folyók vannak, és olyan emberek, akikkel egyébként a hétköznapban, talán inkább a történelmi módban is megismerkedhetnénk.
És nagyon érdekes nézőpontból mutatja be azokat a történéseket, amelyeket meg akar ismertetni. Ez a sehol, ez is van valahol. Egy folyó mellett, egy hegy mellett, de több helyszínen is játszik, és valahogy olyan abszurd történések történnek ezeknek a novelláknak, mert hogy most egy novellás kötetet szeretnék ajánlani ennek a történeteiben. Kicsit hasonlíthatnám a latin-amerikai nagy misztikus írókhoz, de hát ő egy ízig-vérig magyar szerző, aki egyébként itt a könyvtárunkban is volt már vendégünk. Én bátran és szívesen ajánlom mindenkinek, aki kikapcsolódni szeretne. Könnyed olvasmány, és ugyanakkor nagyon elgondolkodtató novellákról van szó. És nem csak sehol, hanem valahol is mindenhol érdemes olvasni. Ezen a hétvégén zajlik a Gyulai Várszínház 57. nyári évadának első programsorozata, a Shakespeare hétvége. Elek Tibor igazgató elárulta, milyen előadásokat láthatnak a színház szerelmesei. Tulajdonképpen egy Shakespeare hétvége maradt a korábbi évek Shakespeare fesztiváljából, és az évadzáró Hamlet bemutatónk, de ennek is örülünk, hogy legalább ezeket sikerült megmenteni. Most szombaton és vasárnap 3 előadás is lesz, ezért is mondom, hogy Shakespeare hétvége. Szombaton itt a tószínpadon tudjuk megvalósítani a Tévedések vígjátéka című egyik legizgalmasabb, legfordulatosabb, legszórakoztatóbb Shakespeare darabot. Az Óbudai Társaskör és Városi Színház produkciója ez, olyan fiatal, kiváló színészek közreműködésével vagy főszereplésével, mint Tenki Dalma, Eke Angéla, őket talán sokan ismerik különböző tévéműsorokból vagy sorozatokból is. És ez az előadásunk, ez olyan lesz, legalábbis a közönség szempontjából, hogy sokakat meghívunk rá, tehát ingyen nézhetik meg az előadást. Úgy terveztük, hogy a vírus helyzetben, a frontvonalban dolgozó közül hívunk meg minél többeket, így az városi egészségügyi dolgozókat, pedagógusokat, szociális szférában dolgozókat fogjuk meghívni erre az előadásra, de jegyek is várhatók természetesen, így aztán reméljük, hogy minél többen megtekintik majd az előadást. Vasárnap pedig 2 produkció is lesz, az egyik a kamaratermünkben, amit korábban ide hirdettünk meg a válszínpadra, de eredetileg a kamaraterembe terveztük, mert ez egy kamarakoncert tulajdonképpen, a Tercina együttes, akik régi zenét játszanak, reneszánsz barokk muzsikát, és már voltak nálunk, karácsony előtt is koncertet adtak, nagyon szép karácsonyi koncertet, most pedig Shakespeare szonetteket, megzenésített szonetteket fognak előadni, a korabeli zenét, reneszánsz muzsikát, képzőművészeti alkotásokat is kivetítenek, korabelieket, és 2 színész is segít nekik, Györgyi Anna és Széles Tamás fogja a Shakespeare szonetteket mondani, olvasni tulajdonképpen. Úgyhogy ez egy majdhogy nem összművészeti produkció lesz, mint ahogy az esti is a válszínpadon, a Desdemónium című előadás, ami pedig 2 különböző művészeti ághoz tartozó kiváló művész produkciója, Kertész Mónika opera énekes, Halász Gábor pedig táncművész koreográfus, és az ő összművészeti produkciójuk ez az előadás, ahol szintén nagy szerepe van a zenének is, meg a táncnak is, meg általában a látványvilágnak, tehát ez egy ilyen korszerű kortárs táncjáték operával együtt, ami Desdemóna nézőpontját érvényesíti az előadás során, hogy ez a híres Shakespeare mű, az Otello, annak egy olyan változata, ami a feleség Desdemona nézőpontját érvényesíti az előadásban. Körforgás című kiállítással találkozhatnak azok, akik ellátogatnak a gyulavári kastélyba. A 2 hetes tárlat 2 gyulai alkotó munkáját mutatja be. Török Erzsébet tagja a József Dezső alkotókörnek. Nyugdíjas évei színesítése érdekében ragadott ecsetet és kezdett festeni. Nagyon vegyes téma és elég vegyes technika. Tehát olajjal, akrillal, festőkéssel, ecsettel próbálkozom, és téma szempontjából is nagyon sokféle. Talán édesapám az ő kakasával, időskori képe, és mellette látható az ifjúkori.
ezek a kedvenceim. Hát próbálok tanulni, tagja vagyok a József Dezső alkotókörnek, és próbálom mindig csiszolni a képességeimet, meg a tudásomat. Szabó József az 1970-es években kezdte látogatni Székelyhidi Attila és Costa Rosália szakköreit, 2008-ban pedig csatlakozott a József Dezső alkotókörhöz. Nagyon örvendek, hogy ezen a helyen kiállíthatunk, még nem volt alkalmunk itt kiállítani, tetszik a helyszín. És táborba is vagyunk a József Dezső szakkörrel, a Ruzasztó melletti fogadóházban, és alkalom nyílt a hosszabb szünet után, hogy itt is megmutathassuk magunkat. Ez jelenlegi képeim akril és olajtechnikával készültek. Van, amelyik kép akrillal és olajjal is vegyesen van dolgozva, és tájképek, portrék, csendéletek és ilyen látványosabb szabadtéri portréimet is hoztam, meg hoztam még egy munkácsi másolatot, de hozzáteszem, teljesen szabályszerűen másoltam, úgyhogy nincs vele gond. És hát a szakkörtagoktól nagyon sokat tanulunk egymástól is. Régóta járunk, 10 éve körül van, aki már 10 éve tagja szakkörnek, és sokat köszönhetünk a Békés Csabai nemrég kitüntetett kiváló pedagógus címmel, Novák Attila tanár úrnak, aztán hát aki alapította a szakkört is, az Ócsai László, sokat tett régenben értünk, és végül is talpon maradtunk, és igyekszünk minél magasabb szintre fejleszteni tudásunkat, és megmutatni a nagy közönségnek. A festmények mellett az orosházi Horvátné Kriczki Zita gravírozott üvegtárgya kiállítása tekinthető meg. Üveggravírozással foglalkozom. Pillanatnyilag itt most tányérok, poharak, üvegek vannak. És hát, hogy hány darab, ezt így meg nem tudom megmondani, sok. Olyan 60-70 darab biztosan. 4 éve foglalkozom vele, és természetesen mindig újakat hozok. Most is készítettem többet újat, de nyilván a régiekből is van itt. Egyszer láttam az interneten egy poharat, ami díszítve volt gravírozva, és nagyon megtetszett. És akkor én gondoltam, hogy kipróbálom. Kértem kölcsöngépet, kipróbáltam, és hát ez lett belőle. És akkor azóta persze vettem magamnak is egyet, és akkor újítottam, mert mindig kitalálok valami újat, most ékkövekkel díszítem meg csillámporral. Ősbemutató lesz. Ősbemutató lesz. Nagyon nagy jó szándékokat kell mindenki részéről itten bedobni, mert mi is aggódunk, hogy talán azt a partitúrát le tudjuk-e követni, vagy sem. Annyit a két dallamról, hogy Jocán Mimika a híres, neves, ördöngös, prímás játékát örökítette meg ez a bizonyos gramáfon felvétel, amelyel megörvendeztettem Bélát, és nagyon ugye, kivételes képességű prímás ez a Jocán Mimika, úgyhogy ami itt most elhangzik, most itt mindenki nagyon hegyezze a fülét. Thank you.
Árpád a nagyság.